Néhány nap és újra kinyitják az iskolák kapuit. Idén január 6-áig tartott a téli szünet. A hosszabb szünidőről a kormány döntött még szeptemberben. Akkor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, ez is lehetővé teszi, hogy spóroljunk az energiával. Az első tanítási nap január 9-e hétfő lesz. Megkérdeztük a pécsi anyukákat és gyermekeiket, várják-e már az iskola kezdést. Kislányom jobban azt válaszolna, hogy várja, de ő nem annyira. Miért nem várod az iskolát? Hát azért, mert van egy pár tanítónéni, aki nem a legkedvesebb. De azért a barátokkal szeretnél találkozni? Igen. Egy kislány azonban kifejezetten örült, hogy suliba mehet. Várod-e már a jövő heti iskolát? És miért várod? Azért, mert jó volt tanulni, meg nagyon szeretem a matekot, meg mind a kettő tanítónénimet. Akik viszont nem annyira várják az iskola kezdést, néhány hónap múlva újra pihenhetnek. A tavaszi szünet az idei tanévben április 6-ától április 11-ig tart, másnap kezdődik a tanítás. A nyári szünet pedig június 17-től indul és egészen augusztus 31-ig tart. Az utolsó tanítási nap 2023-ban június 16-a lesz.